A több, korábban A csoportban is szereplő játékossal érkező vendégek kezdték jobban a mérkőzést, az első negyedet 11 ponttal nyerte a MEAFC. A második 10 percben újabb 4 pontot tettek hozzá előnyükhöz a miskolciak, miközben a hazaiak nagyon nehezen kerültek dobóhelyzetbe, és dobásaik rendre ki is maradtak. Fordulás után sem változott a játék képe, folyamatosan 10 pont fölött volt a különbség. A záró negyedben tovább nyílt az olló a két csapat között, végül 17 ponttal győzött a MEAFC, a Nyíksének pedig még várnia kell első bajnoki sikerére. Először is szeretem gratulálni a MEAFC csapat. Így kell játszani a kosárlabda. Mai meccsen teljesen mutatnak, hogy kell agresszív védezni, hogy kell védekezni, hogy kell harcolni, és ez a mai modern kosárlabda. A nálunk van probléma, mi már tudtunk ezt, hogy erős agresszív védekezés ellen nem tudunk rendet tartani a pályán. És ha nincs rend, akkor nem tudunk játszani, nem tudunk készülni jó helyen. Azért ez a probléma egész szezon. Átlagon dobtunk mindig valami 59 pont, ami kevesebb, így nem tudsz meccsek nyerni, pedig védekezés elég jól csinálunk, nem ennyire sok kosár kaptunk. Így, hogy a mai meccs még, amit tudom mondani, ez a minőségi különbség a két csapat. A 8 szerzett pont mellett 11 lepattanót begyűjtő Asztalos István szerint egy győzelemre lenne szükségük ahhoz, hogy elinduljanak felfelé a tabellán. Nyilván más szint, egyre magasabb osztály, ért meglepetés minket szerintem egy kicsit, de szerintem magunkat kell legyőzni első körben, tehát át kéne szakadni ennek a mentális gátnak, amit Bráne is beszélt, egy győzelem, és utána átlendülünk, utána megérkezünk az zöld csoportba, ez biztos. Most jelenleg valamiért nem, tehát egyszerűen nem megy senkinek. Az NB1B zöld csoportjának tabelláját a Budafok vezeti 5 győzelemmel, a 4-1-es mutatóval álló Tiszaújváros előtt. A 4 vereséggel sereghajtó Nyikse csütörtökön Budafokon lép pályára. Nekem más terv volt most ez a meccs előtt, hogy itt próbálunk ez a bravúr meccs nyerni, és utána ez a taktikázni kell picit. Budafok meccs nehéz lesz ott nyerni, ez vereség nélkül vannak. És utána két meccs otthon, ami picit nem is tudom, hogy én tudom mondani a gyengebb csapat, csak ott lehet keresni ez az első győzelem, csak már nem sikerült nyerni, így hogy terv marad ugyanez, hogy próbálunk két háza meccs nyerni, pedig Pesten nem menjünk így, hogy akarunk kikapni, próbálunk nyerni, így csak nagyon-nagyon nehéz lesz. A Nyíksé a következő hazai meccsin vasárnap 18 órai kezdettel fogadja Bonyhádot a Bánki csarnokában.